Játékokat gyűjtöttek a diáknapozó csapatok tagjai a kolozsvári Magyar Diák Szövetség által meghirdetett jótékonysági akción, a több ezer játékot kórházakhoz és gyermekotthonokhoz juttatták el. Zsákszámra hozták a macikat a kolozsvári Magyar Diák Szövetség irodájába a diáknapos csapatok tagjai. A fiatalok komolyan vették a játékos feladatot. Mindenki igyekezett kihozni magából a maximumot. Amikor értesültünk a felhívásról, akkor a csapatban több embert nagyon szíven érintett ez. Mindenki egyfajta hivatásának is érzi, hogy segítsen azoknak az embereknek, gyerekeknek és embereknek, akiknek tud, és akiknek erre nagyobb szüksége van. Itt már a játékokat méret és típus szerint osztályozza a megbízott csapat, ugyanis a diáknaposok pontszámot is kapnak az szerint, hogy milyen és mekkora játékot hoztak be. Az akció célja, hogy a diáknaposok a közösség aktív szereplőivé váljanak. Ez teljesen egy külön verseny, csak a diáknaposoknak van szervezve. Pont úgy gondoltuk, hogy ne az legyen, hogy azért gyűjtenek a diákok, hogy diáknapokon pontszámot érjenek el. Ezért egy teljesen külön akcióként működik, és egyik fesztivál így nagyon megtetszett az akció, és támogatta azzal, hogy jelen lehessenek az a csapat, aki a legtöbb játékot hozta be. A magánszemélyek számára is nyitott akció csütörtökig folytatódik. A játékokat gyerekotthonoknak és kórházaknak adományozzák. A gyűjtés első napján több mint 6500 játékot vittek be a diákok.